A Fidesz szerint Zugló gazdálkodása és Karácsony Gergely alkalmatlanságát bizonyítja. Kocsis Máté úgy fogalmazott, mindenki tudja és képviselőtestületi anyagok is bizonyítják, hogy Zugló egy 2 milliárdos hitelkeretből tengődik egyik napról a másikra. A 14. kerületi önkormányzat úgy reagált, nincs csőd és nem is lesz. Felidegesíti, ha szóba kerül Zugló költségvetése. Erről beszélt az Indexnek egy trágár kifejezést használva Karácsony Gergely. Szerinte a fővárosi önkormányzatnak brutálisan nagy adóssága van, a 14. kerületnek pedig nincs. A polgármester úgy fogalmazott, ennek ellenére mégis elhangzottak olyan állítások, hogy csődbe vitte Zuglót. A Karácsony Gergely vezette kerület a tisztázatlan pénzügyi helyzete miatt néhány hónapja került a figyelem középpontjába, miután Zugló jegyzője tavaly kijelentette, a 14. kerület valójában egy 2 milliárd forintos hitelből él. Emellett a több 100 millió forint veszteséget okozó parkolási rendszer is nagy port kavart Zuglóban. Februárban derült ki ugyanis, hogy a kerület korábban egy drága ajánlatot fogadott el a parkolóórák üzemeltetésére, emiatt pedig ráfizetéses volt a parkolás üzemeltetés. A Fidesz szeptemberben, miután kikérték Zugló számlaegyenlegét, arra hívta fel a figyelmet, hogy a kerületnek alig maradt pénztartaléka. A jegyző által hitelesített dokumentumból ugyanis az derült ki, hogy augusztus végétől szeptember közepéig 291-ről kevesebb, mint 51 millió forintra csökkent a felhasználható összeg a kifizetések miatt. Egyébként a helyi adóbevételek rendszerint megérkeztek, ahogy azt vártuk. És... néhány nappal később már Zugló polgármestere arról beszélt, hogy milliárdos bevételük volt. A kerület önkormányzata azt írta szerdai közleményében, Zugló köszöni jól van, gazdálkodása átlátható és stabil, hitele nincs, kifizetetlen számlái nincsenek, a fizetőparkolás napi 1 millió forint nyereséggel működik. Hozzáteszik, nincs csőd, nem is lesz. Csak kiperelni lehetett a korábban transzparenciáért olyan nagyon hangoskodó Karácsony Gergely önkormányzatából a közérdekű adatigényléseken keresztül. Hónapokig titkolózott Zugló pénzügyeiről Karácsony Gergely, és még a mai napig sem tisztázott minden adatot. Erről beszélt a Fidesz frakció vezetője szerdán. Kocsis Máté szerint Karácsony Gergely a kerület adósságáról is valótlanságot állít, mert ahogy fogalmazott, Zugló egy 2 milliárdos hitelkeretből vergődik. Valószínűleg ezen is felidegesíti magát Karácsony Gergely, de sajnos a tények azok maradnak akkor is, hogyha főpolgármester jelölt úr rossz állapotba került tőlük, hogy Zugló az elmúlt években Karácsony Gergely polgármestersége alatt 2,5 milliárd forintot hagyott elveszni, külső forrást, pályázati, állami, uniós és egyéb forrásokat. Kocsis Máté úgy fogalmazott, a zuglói gazdálkodás is Karácsony Gergely városvezetői alkalmatlanságát bizonyítja.